Sziasztok, Ádám vagyok, a Tekettőt nézitek, és a Samsung Galaxy S4 LTE okostelefonon a Modern Combat 5 Blackout játékot fogjuk kipróbálni. Megnézzük, hogy ezen a középkategóriás készüléken hogyan fut esetleg a Gameloft legutóbbi akciójátéka. Ezt korábban megvásároltuk már a Google Play-en, onnan töltöttük le a telefonra, illetve hát már letöltöttük a extra kiegészítő fájlokat is, és indul is mindjárt a játék így rögtön az elején. Itt még a legelső letöltésnél egy pár megát le kell töltenie. Összességében egyébként a játék eddig viszonylag gyorsan indult. Indul is a játék itt a nulladik küldetéstől igazából, tehát ez a legelején, amikor indul maga a történet. Itt pedig már fogok tudni lőni is, illetve kell is. Hát itt már az előbb egyébként egy nagyon pici akadás megjelent, de egyébként eddig szinte gyönyörű szépnek nevezhető a játék futása a Snapdragon 410-es hardveren is. Hát itt a víznél már elég rendesen meggyűlik a grafikus gyorsító munkája igazából, tehát itt már ahol vizes küldetés van, tulajdonképpen szaggat kegyetlenül. Eddig víz nélkül már-már tökéletesnek nevezhető volt. Itt valószínűleg a víz megjelenítése okoz komolyabb problémát. És már egy kicsit a füsttel is voltak gondok, tehát itt a víz, illetve a füst textúrái
kicsit rácshálósak. Nyilván nem segít a játékon, itt vannak futásán ezek a vízfröccsök sem, amelyeket még a GPU-nak össze kell raknia. Így azért már a játék élmény is egy fokkal szolidabb, tehát nem lehet olyan jól játszani nyilván itt, ahol szaggat. Nehezebb irányítani, illetve hát itt azért kicsit egy diavetítésre is emlékeztet ezáltal, így ahogy szaggat. És hát ezzel elég nehézkes követni a fegyverrel az ellenfelet. Úgyhogy azért látszik, hogy önmagában bizonyos szinten jól lehet játszani, tehát képes kezelni. Annyira itt sikerült is ezt a küldetést lenyomni. Úgyhogy próbálunk még nyomni egy rövidebb küldetést, megnézzük, hogy máshol hogyan megy ez a játék. Itt a Galaxy S4 LTE-n. Kezdünk egy új menetet, és megnézzük akkor végül is, hogy itt, hát, itt valószínűleg nem lesz víz, tehát jól lehet majd játszani. De hát azt láttuk, hogy ahol vizes pályák vannak, ott tulajdonképpen az Arduino 306 meghalt, ott majd, hogy nem használhatatlan a Galaxy S4 LTE. Viszont hát a játék többi részén érdekes lehet, bár tegyük hozzá, hogy ez problémákat okozhat a játékban előre jutni majd. Itt is bebeszaggat, ami megint csak probléma. Nyilván azért is, mert itt mondjuk ezeket a kis különböző gesztusokat nehezebb lesz használni. És itt elég csúnyán szaggat egyébként, azt kell, hogy mondjam, víz nélkül is. Ami pedig reméltem, hogy nem fog ennyire. Hát ez itt már a játékot befolyásolni képes. És viszont ahogy ez az animáció megszűnt, itt már a játék utána igazából tökéletes. Hát mondjuk, igen, itt már ahol sok az ellenfél, itt hirtelen megint csak megadta magát, mondhatni. A játék, tehát itt látható, itt már játszhatatlanná lassul a játék, miután 4-5 ellenféllel állok szembe, ami hát mindenképpen probléma, és tulajdonképpen mindjárt meg is halunk. Ez volt tehát a Modern Combat 5 Blackout a Samsung Galaxy S4-es telefonon. Kövessetek minket továbbra is a Tech2-n. Sziasztok!